Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Most van egy új hold energia. Az azt jelenti, legyünk visszahúzódóak, gondolkozzunk el bizonyos dolgok felett, vagy meditáljunk valami felett. A téma, az ötletek, a tervek és a gondolatok, hogy tudnánk ezt megvalósítani. Van egy kapcsolat Szaturnusz bolygó és Merkur bolygó között. Együtt hatnak. Merkur bolygónál cselekvésekről vagy kommunikációról van szó. Szaturnusz bolygó az szigorú, tehát itt vannak komoly beszélgetések, vagy Szaturnusz bolygó azt is jelentheti, hogy vannak korlátozások, mert nem tudod kimondani azt, amit szeretnél, vagy mások nem figyelnek oda rád. És most bepillantunk a kártyák világába, egy szerelmi jóslás. Itt látható ez az arany érem, és valaki átnyújtja ezt számodra. Itt ez a kapu jelenti azt, hogy itt kinyílik valami számodra ezek a lehetőségek. Mivel az érem az anyagiakat jelenti, ez összefüggésben áll a munkával, a hivatással is. Ez lehet egy jó ajánlat. De ez az arany érem jelenti a belső értékeket is. Hogy te értékes vagy ahhoz, hogy itt kinyíljon számodra egy kapu, egy új lehetőség. Minden életterületen. Ez a kártya jelzi a változásokat, hiszen elhagytad az egyik partot, közeledsz a másik parthoz, de még nem látod azt, hogy néz ki ez a terület, tehát valami elbizonytalanít téged, de látható a mozgás, előre mennek a dolgok, itt vannak változások. Itt is a mozgás látható, ez lehet egy költözködés, ez lehet egy utazás, egy munkahelyi változás, vagy egy új irány a párkapcsolatot illetően. Te fogod vezetni ezt a hintót, a fehér szín jelenti azt, hogy előre mennek az események, a fekete az kicsit fékezi ezeket, hiszen itt vannak még bizonytalanságok vagy félelmek, tedd át magadat ezeken az érzelmeken. Itt lesz egy jó ajánlat, ez lehet egy üzleti kapcsolat, vagy éled a hivatásodat, vagy megkapod a megbecsülést. Itt vannak változások, ugyanerre utal ez a kártya is, de te is tudod irányítani az eseményeket. Mielőtt döntéseket hozol, légy kicsit visszahúzódó, és gondold át a terveket. Pontosan azt jelenti, amit ez az új hold energia is mutat. Hogy tudnád megvalósítani a terveidet? Ez a kártya jelentheti a spirituális dolgokat is. Kezedbe veszed a dolgokat, és kimutatod a bátorságodat, a lelkesedésedet, a szerelmi élet területén közeledik ő hozzád, és itt lesz egy testi kapcsolat, hiszen a tűz eleméről van szó. Itt láthatóak a kelyhek, és azok utalnak az érzelmekre. Itt lesz egy meghívás, egy ünnepség, vagy azt is jelentheti, hogy te és ő kettőtök között lesz egy új irány, egy új kezdet, és az nagyon örömteli.
Itt a újhold energiájánál légy kicsit visszahúzódó, gondolkodj el azon, hogy mit tervezel, hogy tudnád ezt megvalósítani. Itt már a tettek embere vagy, és itt látható ez az örömteli kapcsolat, vagy egy ünnepség, vagy egy meghívás, jelezhet egy kreatív tevékenységet is. Ami a párkapcsolatot illeti, ő ugyan visszahúzódó volt, de hamarosan jelentkezni fog, keresi veled a kapcsolatot, és itt lesz egy testi közeledés is. Még mindig a szerelmi témánál maradunk. Itt ez a római 10-es szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik az életben. Itt rendeződnek a dolgok, nem csak ami a párkapcsolatot illeti, hanem az anyagiak is rendeződnek, vagy a munka. Itt voltak a múltban fájdalmas emlékek, a múltból vannak fájdalmas emlékek, és ez a kép jelenti azt, hogy itt ez a sebzett szív, ez könnyeket idéz elő. De ez elmúlik, és lesz itt egy új kezdet. Itt a nulla szám az jelenti az ötleteidet, a gondolataidat és a terveidet, de még nem tudod azt, hogy tudnád ezt megvalósítani, mert minden olyan bizonytalan. És itt vannak fájdalmas emlékek a múltból, ez a sebzett szív. De gondolj az első kártyára, hiszen itt lesz egy jó kezdet, itt rendeződnek a dolgok, ezek az emlékek a múltból, és mivel itt tervezel valamit, és van egy kezdet, de félsz attól, hogy újra csalódások érnek, ezért kicsit bizonytalan vagy. De bízz a jövőben, hiszen itt a 10-es szám jelenti azt, most indul egy új periódus az életedben, és itt minden rendben van, illetve rendbe jönnek a dolgok. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!